Mi segedelmünk és reggeli áhítatunk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nem könnyű elhordozni ezt a nyári forróságot. Az egész természet benne, a növények, az állatok, s mi emberek is szenvedünk. És kérjük, Urunk, hogy adj könyörületet, és tekints le ránk, és légy irgalmas, és adj enyhületet. Bocsáss meg mindazt, amit elkövettünk a természet ellen, aminek most a következményétől szenvedünk. Úgy gyógyíts és úgy segíts, Urunk, hogy vezesd az embereket, felelős döntéshozókat bölcsbelátásra, hogy bizonyos dolgok átgondolásra kerülhessenek, és talán gyógyuljon ez a világ, benne a természet, és mi is. Mindezekkel együtt köszönjük, hogy vasárnap van, a föltámadás napja, és a te igédre figyelhetünk. Áld meg ezt a néhány percet. Add, hogy amit a szívünkre kívánsz helyezni, azt meghalljuk, megértsük és befogadjuk. Hallgass meg bennünket, kérünk. Amen. Kedves televízió nézők, ezen a mai vasárnapon ószövetségi ige szakaszt olvasok, és kérve a Szentlélek erejét, erről az ige részről szeretnék szólni. Eszter könyvéből olvasok föl néhány verset a 4. fejezetből, a 9. verstől kezdődően a következőket. Haták bement Eszterhez, és átadta Mordokaj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre ugyanaz a törvény vonatkozik. Aki hivatlanul mer bemenni a királyhoz, a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja az aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre. Te azonban a családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra? Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak.
Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljenek értem. Ne egyetek és ne ígyatok 3 napig se, éjjel se, nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgáló leányaimmal, azután bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogy Eszter parancsolta neki. Kedves nézők, szükséges, hogy néhány szóban ennek a felolvasott ige szakasznak, ami lényegét tekintve egy párbeszéd, egy dialógus két ember között a történelmi hátterét valamelyest megvilágítsam. A Krisztus előtti 5. században járunk, a Perzsa Birodalom idején, Súsán városában, ahol Szerxész király egy zsidó származású fiatal hölgyet, Esztert választott az első feleségnek, a protokoláris feleség tisztségére, aki azonban titkolta a származását. Hogy ilyen magas polcra jutott, ebben segítsége volt az ige szakaszban is szereplő bizonyos Mordokajnak, aki a nagybátyja volt. Ennek az embernek a tudomására jut, hogy a perzsa udvar egyik legbefolyásosabb személyisége indulatból és gyűlöletből egy pogromot, egy etnikai tisztogatást kíván végrehajtani a perzsa tartományokban élő zsidósággal szemben. És akkor, amikor ennek a ténye rászakad, akkor egyrészt maga is elkezd böjtölni, zsákruhát ölt, imádkozik, várja és kéri az isteni útmutatást, hogy ebben a helyzetben mit tegyen. Aztán ez az isteni vezetés megadatik, és a felolvasott ige szakasz arról beszél, hogy Mordokaj mindazt, amiről tudomást szerzett, megüzeni a királynénak, és azt kéri tőle, hogy legyen segítségére a népének úgy, hogy közben jár érte a perzsa királynál. Eszter királyné először elutasító. A hivatkozása jogos, bizonyos szempontból megalapozott. Hivatlanul a világ akkori, talán legnagyobb befolyású, hatalmú királya előtt nem lehetett megjelenni. Csak akit a király hivatott, az léphetett a közvetlen közelébe. Eszter azt mondja, hogy egy hónapja nem voltam a király közelében. A nagybácsi azonban, amikor hírül veszi ezt az elutasító választ, nem adja föl a dolgot. Kicsit úgy viselkedik, mint akire azt szokták mondani, ha kidobják az ajtón, akkor visszajön az ablakon. És egy nagyon világos hivatkozást üzen meg a királynénak, Eszternek, nevezetesen azt, hogy ne gondolja, hogy ez az etnikai tisztogatás őt elkerülheti. Meg fogják találni, utána fognak járni, és az ellenségek nem irgalmaznak senkinek sem. A második dolog már a hit szava és hangja, ennek a zsidó férfinak az üzenetében, hogy tudnék, az Istennek van hatalma arra, hogyha nem a te segítségeddel, akkor más módon mutassa ki az ő gondviselő kegyelmét és irgalmát. És a harmadik hangsúly, amit üzen az unoka húgának, Eszter királynénak, az így hangzik, talán nem véletlen az,
hogy éppen te emelkedtél ebbe a méltóságba, hogy tudnillik ott azon a poszton, ahol vagy, a tiéid segítségére legyél. Eszter királynét megérintették, megfogták a nagybátyja üzenetének a hangsúlyai, és engedett. Egy valamit kért az övéitől, hogy bár neki egyedül kell majd a perzsa király előtt megjelenni és közben járni, mégis egyfajta háttérként, lélekben és imádságban, a felolvasott ige szakasz szerint böjtölésben, 3 nap és 3 éjjel az ő népe is vállaljon vele közösséget. Ami lehet, hogy nem lesz sorsközösség, lehet, hogy neki el kell vesznie, mégis ez a háttér, hogy tudnilik nincs egyedül, egy benső békességet és biztonságot adhat az ő számára. Körülbelül ez, ami vázlatosan a felolvasott ige szakasznak a magyarázata és értelmezése. Én ebből egy hangsúlyt szeretnék kiemelni és a szívekre helyezni. Mordokaj azt üzeni az unoka húgának, Eszternek, hogy talán nem véletlen az, hogy most kerültél ebbe a királynéi méltóságba. Nem öncélúan, hanem úgy, hogy az Istennek valamiféle gondolata és szándéka ott volt veled kapcsolatban. Bennünket, reformátusokat szoktak összekötni az úgynevezett predestinációval, a kegyelmi kiválasztással. Lényegileg ez az ige szakasz erről beszél. Ezt fogalmazza meg ez a bibliai szereplő Mordokaj. Az Istennek van gondolata és van szándéka. Még mielőtt azt mi megértenénk, fölfognánk, adott esetben elfogadnánk és alárendelnénk magunkat, az Isten gondol és számol velünk. Csodálatosan szép megfogalmazása ez, ahogy az Úristen az egyik profétájával, Jeremiással beszél. Mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek, és magamnak profétául választottalak. A kegyelmi kiválasztás az valahogy úgy indul el, hogy az Istennek van szándéka és gondolata az életünkkel. Nem az történik, mint amit általában megélünk és gyakorlunk, hogy a saját elképzeléseinket, terveinket, álmainkat, adott esetben az érdekeinket szeretnénk az életben megvalósítani, hanem elér és megtalál bennünket a kegyelmi kiválasztás nyomán az isteni akarat. És a Szentírás arról tesz tanúbizonyságot, hogy az ember élete akkor teljesedik ki, akkor kerül a helyére, akkor nyer értelmet, amikor ezt az isteni gondolatot és szándékot elfogadja. Az élet legkülönfélébb helyzeteiben, nem csak magas politikai méltóságban, de egész egyszerű emberként a hétköznapokban kikerülhetetlenül kerülünk olyan helyzetekbe, amikor egyszerre csak fontossá válik az, hogy ki vagyok és mi vagyok, és mi végre adatott nekem ez az élet. Eszter királyné életében eljött az a pillanat, amikor színt kellett vallani. Nem csak az, hogy melyik etnikumhoz, melyik nemzetiséghez tartozik,
Ha a történelemre gondolunk, ez bizony nagyon sokszor kockázatot jelentett, nem csak a zsidóság számára, hanem gondoljunk csak a saját városunkra. Az itt élő nemzetiségek, vallási csoportok számára is nem is olyan nagyon régen. Merem-e vállalni, hogy ki vagyok, mi vagyok, hol vannak a gyökereim, de ami talán még fontosabb, ki az én Istenem? Ezt a kérdést, ezt sokáig lehet diszkréten kezelni, adott esetben elhallgatni. Így is lehet mondani, hogy rejtőzködni. De a Szentírás arról beszél, meg az egyház történelem ezt támasztja alá, hogy adódnak olyan hitvallásos helyzetek, amikor szint kell vallani. Ki vagyok én? És még inkább, ki az én Istenem? A történet folytatását nem olvastam föl, de lényegileg ez fog történni. És az Eszter könyve arról beszél, hogy e kegyelmi kiválasztás nyomán tett tanúbizonyság tételt a népe mellett az Úristen megáldja. A perzsa király nemhogy kegyelmet gyakorol, hanem a gonosz szándékot ellenére fordítja a rossz akaróknak. És ez a nép, amely akkor és ott szétszóratásban, diaszpórában élt, a történelme során nem olyan túlzottan gyakran, de egy győzelmet arathatott. Mi az, ami történik tehát? Valaki egy bizonyos státuszba kerül. Egy külső segítő révén megérti, hogy ez nem egy esetleges dolog, és nem önmagáért való, hanem ezzel az Istennek célja van. Ennek az isteni akaratnak alárendeli magát, és az életét odaszánja. Közben járó szolgálatért, szolgálattal másokért. Lényegileg mit tesz? Engedelmeskedik. Az Isten szavának és az Isten akaratának. És ebből a hűségből és elköteleződésből győzelem adatik, megtartatás és élet. Zárom a mondani valómat. Más társadalmi helyzetben vagyunk és élünk. És lehet, valószínűleg nem kell felelősséget hordoznunk egy egész népcsoportért. De a körülöttünk lévő emberekért, a családunkért, adott esetben a munkatársunkért, vagy munkatársainkért, ezért a városért, közösségekért igenis felelősek vagyunk. És a Szentírás arra tanít bennünket, hogy jó, hogyha megértjük, hogy miért vagyunk ott, ahová az Isten állított bennünket. Mi következik abból, mi az, amit tehetünk ebben a helyzetben az Isten dicsőségére és mások javára. Adja a mi Urunk, hogy ezt a formáltatást és ezt az engedelmességet valahogy úgy, mint ahogy történt Eszter királynével, mi is meg tudjuk élni. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, tiéd a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás. És köszönjük, hogy a te igéd arról biztosít bennünket, hogy amit te gondolsz, amit te szándékozol, azt elvégzed, mert van rá hatalmad és van erőd. És emberileg lehetetlennek látszó helyzetekben is te tudsz és akarsz segíteni és találsz megoldást. Adott esetben rajtunk keresztül, olyan embereken keresztül, akik mint a történetbeli királyné bizonyos szempontból alkalmatlannak gondolják magukat. Emberileg meg is magyarázható módon. Mégis
A Szentírás tanúbizonyság tétele szerinte nagyon sokszor a kicsiket, a gyöngéket és az alkalmatlanokat használod föl arra, hogy a te gondolatod érvényre jusson. És köszönjük, Urunk, hogy ez nem csak bibliai korokban, de napjainkban is megtörténhet, akkor és ott, amikor emberek engednek az Isten akaratának. Amikor nem kizárólagosan a saját szempontjaikat kívánják érvényesíteni, sőt, azt el tudják engedni, hanem odaszánják magukat az isteni vezetésnek. Adurunk, hogy ilyen emberek lehessünk, akik rád figyelnek, téged hallgatnak, és téged követnek. És megtörténhet velünk is a csoda, hogy az életünk nem üres, nem hiába való, s nem önmagáért való, hanem a te dicsőségedet és a másik ember javát szolgálja. Ebben a hűségben erősíts bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mi velünk most és mindörökké. Amen. El barátim, drága Jézus, zászlaj alatt, rajta bátran megsegít és győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengje ajkunk hozzád estünk, győzedelemért. Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll. Thank you.